Köszöntelek benneteket! A mai napon egy véletlen folyamán Puzsé Róberttel találkoztunk egy rendezvény után. Megragadtuk az alkalmat és egy-két fontos dologról megkérdeztük. Adunk a véleményére, kíváncsi vagyunk, hogy ők hogyan látnak bizonyos, vagy ő hogyan lát bizonyos dolgokat. Egy pár kérdést össze is állítottam meg, hogy tudjon előkészülni, de lényegében a legfontosabb kérdés az lenne, hogy mit tartasz a Róna Péter-szerű választási pártról, ami azt helyezni előtérbe, hogy egy párt induljon egy-egy jelöltel, és így megszorongatni a Fidesz legalábbis ezt a lehetőséget. Mit gondolsz róla? Hát, én már azzal is elégedett lennék, hogyha összehangolt jelöltállítás történne 2018-ban. Nagyon vakmerő ötlet a Róna Péternek az ötlete, hogy ezek a különböző erők egyetlen választási pártban egyesüljenek. Persze, nyilván nagyon jó lenne, hogyha erről meg tudnának állapodni. Én most azt érzem, hogy ennél sokkal kevesebbről sem tudnak megállapodni. Hogyha egyáltalán azt sikerülne elérni, hogy a kormánypárti jelölteknek 2018-ban egyetlen ellenzéki jelölt legyen minden körzetben a riválisuk, tehát ez azt jelenti, hogy ha van egy olyan körzet, ahol nagy eséllyel a jobbikos jelölt nyer, akkor ott értelemszerűen a többi párt lépjen vissza a jobbikos jelölt javára. Ha van egy olyan körzet, ahol az MSZP-s jelölt az, amelyik esélyes, ott értelemszerűen a többi párt lépjen vissza az MSZP javára. És azt gondolom, hogy most még van egy fél év, egy bőfél év a választásokig. Ez bőven elég idő arra, hogy ezek a pártok megállapodjanak körzetről körzetre, hogy melyik körzetet adják fel, és melyik körzetet kérik ennek fejében. Hogyha megvizsgáljuk a jelenlegi közvéleménykutatási adatokat, az alapján azért jól el lehet rendezni, hogy körülbelül milyen eredményre számíthat egy együtt, milyen eredményre számíthat egy Jobbik, egy MSZP, egy DK. Ennek megfelelően ezeket az arányokat szem előtt tartva fel lehet osztani az országos választókerületeket. És hogyha legalább ennyi sikerülne, akkor minden körzetben le lehetne győzni a Fidesz, és nem csak egy egyszerű többséget, hanem úgy gondolom, hogy akár egy kétharmados többséget is elég simán meg lehetne szerezni a jelenlegi választási rendszernek köszönhetően. Tehát látjuk, hogy miközben a relatív többség a Fidesznél van, tehát ez azt jelenti, hogy a legnagyobb szavazótábora a Fidesznek van relatíve, de hogyha összesítjük az ellenzéket, a Fidesz mindenhol kisebbségben van. Tehát még az első kerületben is, vagy még a legfideszesebb körzetekben is 40-45%-on platózik a Fidesz. Ez azt jelenti, hogy ha minden nem fideszes szavazatot egyesítünk, vagy összesítünk, a Fidesz nem pusztán legyőzhető, de itt alkotmányozó többséget lehetne szerezni, és azt gondolom, hogy ennél kevesebben az ellenzéknek nem is lenne szabad beérnie. Tekintettel arra, hogy itt választási törvényt kell módosítani ahhoz, hogy kiegyenesítsük a pályát, és hogy egy korrekt népképviselet állhasson fel. Ez pedig értelemszerűen egy olyan többségre van szükség, amellyel át lehet írni az ország választási törvényét. Egy egyszerű többséget szerez az ellenzék, ezzel nem jut sokra. Mert hogy fog együtt kormányozni Gyurcsány és Vona, meg Botka, meg Karácsony, meg nem tudom én, Szél Bernadett. Ez a összehangolt jelöltállítás, vagy választási párt, tehát bárhogy is legyen, ez az együttműködés 2018-ban, ez nem a kormányzásért zajlik, nem kormányzati felhatalmazást kérnek a pártok, hanem egy egyetlen döntéshez, ahhoz a döntéshez, hogy a pályát ki lehessen egyenesíteni, és hogy legyen egyáltalán esélye az ellenzéknek a hatalomra, hogy fogalmazzunk úgy, hogy nyíljon meg újra a politikai küzdőtér Magyarországon. Azt gondolom, hogy ez a célja ennek az együttműködésnek, és hogyha mindegyik párt ezt elfogadja, a maga rövid távú érdekeit ennek alárendeli, hiszen hosszú távon minden ellenzéki pártnak ez az érdeke, hogy nyíljon meg a küzdőtér, akkor van esély arra, hogy
hogy a Fidesznek a rendszerét a nemzeti együttműködés le lehessen bontani. Mi a véleményed arról, hogy nagyon sok kommentálunk, nagyon sok vélemény nyilvánító arról beszél, hogy igazából nem biztos, hogy a baloldaltól várják a megváltást, hiszen ha úgy tetszik, akkor ez egy bumeráng dolog, hiszen visszatérnénk oda, amit ugye egyszer már óriási sikerrel leszavaztak az emberek. Hogy látod ezt a kérdést, hogy a szavazók érthető ez a 40%-os tartózkodás, akik valahol a két tábor közé lettek beszorítva? Nem kellene nekik esetleg egy új alternatívát kínálni? Tehát elvileg ez a jobbik, nem? Elvileg ez az ellenzék. A Momentum is ez. Tehát azért itt van három olyan párt, amelyiknek semmi köze nem volt a 2002 és 2010 közötti 8 évhez. És az emberek mégsem fordulnak el a Fidesztől ezek felé, a pártok felé, vagy a többségük nem. Lehet, hogy ennek az is az oka, hogy a Gyurcsány még mindig ott van az ellenzékben, és úgy vannak vele, hogyha itt az Orbán Viktor bukik, még a végén visszajön a Gyurcsány, csak vissza ne jöjjön. Tehát az az igazság, hogy Orbán Viktor nagyon sok mindent kitalált Magyarország számára, meg a Fidesz számára politikailag, és mindennel bukott. És végül ez az új kádárizmus, amit megkonstruált, ez a... hát hogy is fogalmazzak? A nemzeti együttműködés rendszerének, jelenlegi hatalomnak ez a kifejezetten posztkádárista, kifejezetten tekintélyuralmi, kifejezetten nem európér, kifejezetten a nyugattal, Brüsszellel, háttérhatalmakkal, Soros Györgyökkel viaskodó, nemzeti érdekképviseletben utazó erő, ami a Fidesz jelenleg, ez a magyar emberek számára, a magyar emberek tudattalannyában élő archetípusokkal nagyon jól illeszkedik. A Habony Árpád nagyon jól érzékeli a magyar ember lelkében élő vágyakat, meg a magyar ember lelkében szunnyadó félelmeket. Ezeket a félelmeket és ezeket a vágyakat kell beteljesíteni. A félelmeket kell beteljesíteni az Orbán Viktor ellenségeivel, és a vágyakat kell beteljesíteni az Orbán Viktorral és Orbán Viktor szövetségeseivel. Nekünk is elő kell vennünk a populizmus nevű fiókból a tartozékokat? Nem, én azt gondolom, hogy a legfontosabb az az lenne, hogy az Orbán kormánynak a jelenleg zajló külpolitikai veszőfutását, azt megállítsuk. Nagyon, egyre közelebb sodródunk ahhoz a pillanathoz, amikor létrejön egy centrális Európa, és létrejön egy külső gyűrű. És most nagyon úgy néz ki, hogy Magyarország a külső gyűrűre szorul, míg a centrális Európához csatlakozik Szlovákia. Most én azt gondolom, hogy a nemzeti tragédiának több definíciója nincs is. Tehát erre nekünk van egy szavunk, Mohács. Ez Mohács. Tehát ez a nemzeti katasztrófa. Tehát, hogyha itt Szlovákia Európa lesz, Magyarország meg majdnem Európa, az a nemzeti tragédiával ér fel. És ennek a felismerése, vagy ennek a belátása, azt gondolom, hogy az egy olyan pont lehet, ahol így megfordulhat a közhangulat. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar társadalom annak ellenére, hogy gyanakvó, és annak ellenére, hogy sok esetben ellenséges érzéseket táplál a nyugattal. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére nem a társadalom zöme nem készült fel arra, hogy Magyarország egy ilyen félúton Oroszország és félúton az Európai Unió között egy ilyen komp státuszban konzerválódjék. Egy egyenes utat szeretnének, ami megmutatja, hogy... Európa, ez az Istváni út. Ez az Istváni út, ezer éves Istváni út. Tehát, hogy ezt kijelölte nekünk István király. Én azt gondolom, hogy erről tudomást nem venni, és az istváni döntést felülírni, az a hazaárulás egy neme.
visszatérve az összefogásra és a baloldalra, nagy áldozat lenne kérni tőlük a baloldaltól, hogy egy olyan egyezményt fogalmazzanak meg, ami nyilvánvalóvá teszi a polgárok felé, hogy ez egy választási szövetkezet, tehát azért fognak össze, és utána új választásokat végül. Tehát valahol az embereknek azt az érzést adni, hogy gyerekek, nem arról van szó, hogy megint beszeretnénk ülni abba a székbe, amiből 7 éve kirúgtak bennünket, hanem valóban a nép akaratát szeretnénk érvényesíteni. Nem kellene talán nekik ezt borotva élesen közölni a választók felé, hogy ne féljetek, mi most tényleg értetek teszünk valamit, és utána a megváltozott törvényekkel, a jogok visszaállításával szabaddá tesszük a pályát. De, ezt el kell mondani 300-szor. De ha 300-szor vagy 500-szor is elmondja az ellenzék, a Fidesz folyamatosan azt fogja súlykolni, hogy na itt összefogott a szélső jobb meg a szélső bal, meg a mindenféle gyalázatos, leszerepelt, gyurcsányista, meg Vona Gábor táborában tevékenykedő fasiszta, meg mindenféle gyanús gazember erők itt a törvényes rend megdöntésért, stb. Majd erre lesznek jól látható kísérletek. Itt a kérdés az, hogy mennyire lehet elvárni az összefogást olyan ellenzéki pártoktól, amelyek már a Fidesz zsebében vannak, tehát amelyeket már felvásárolt a Fidesz. Itt jól látjuk, hogy a Fidesznek olyan illegitim, de olyan mértékű vagy mennyiségű erőforrás áll a rendelkezésére, ők itt szektorokat tudnak fölkínálni annak az ellenzéki politikusnak, aki úgy dönt, hogy hát ő mégiscsak elindítja a pártját. Mégsem a szövetségben, hanem mégis inkább önállóan. Itt mindig és csak is ez a kérdés. És az a kérdés, hogyha egy párt így dönt, akkor azzal kapcsolatban a többi párt el fogja tudni hitetni a választókkal, hogy ő áruló, hogy az ő rá leadott szavazat valójában a Fideszre leadott szavazat. Hát ezek a nagy kérdések. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a Fidesz el fog indítani 2 vagy 3 ilyen cöfszerű, ilyen álcivil, vagy létrehoz kis kamupártokat, amiket szintén elindít. Tehát semmiféleképpen nem fog olyan helyzet fölállni, hogy a szavazó cédulán 2 pártnak a neve szerepel. Tehát az lenne a legjobb, hogy 2 választás lenne, ez nem fog megtörténni. Tehát, hogy itt azért valamennyi intellektus, figyelem, tájékozottság azért szükséges lesz a választó részéről, hogy egyáltalán kiválasszák a 8 különböző párt közül az tényleges ellenzéket, meg a tényleges kormánypártot. Visszatérve a Tenni akarok országos szövetségére, a TAOSZ-ra. Mi azért alakultunk lényegében, hogy a polgári népnek, akik ugye kirekedtek a pártok közötti csatákból, mi is úgy mondtuk, akik nem tudják eldönteni, hogy most a hatalom visszaszerzésére megy a játék, vagy pedig tényleg egy komoly párt összefogásról van szó. Mi inkább a civileket szeretnénk megszólítani, hiszen egy óriási tábor van a nem elkötelezettekből. Hogy látod ennek az értelmét, hogy látod ennek a lényegét, hogy ezt a tábort valahol egy egységben összefogni, akik esetleg a mérleg nyelvét törhetnék be, hogyha oda kerülnek a választások? Az a kérdés, hogy ők a pártoktól fordultak el, vagy a politikától? Én azt érzem sokkal inkább, hogy a politikától, és ez baj. Hogyha a magyarországi pártoktól fordultak el, akkor őket egy olyan politikai alternatívával, amely eddig nem volt a színen, meg lehet szólítani. De én attól félek, hogy ők a politikától fordultak el. Őket már a politika nem szólítja meg, őket már a politika nem mozgósítja. Ők elvesztették a kapcsolatukat a politikával. A politika és politikai pártok az egyre idősebb korosztállyal kommunikálnak. Elsősorban a nyugdíjasokkal kommunikálnak, hiszen a nyugdíjasok a legfegyelmezettebben szavazó réteg. És nekik nagyon szerves kapcsolatuk van a politikával. Minden, jóformán minden hagyományos értelemben vett nagy pártnak, Fidesznek, MSZP-nek, DK-nak,
de úgy vélem, hogy még a Jobbiknak is megvan a saját nyugdíjas elit alakulata, rohamcsapata. Talán a Jobbiknak a legcsekélyebb. A DKÉ nagyon agresszív. A Fideszé hatalmas és agresszív. Nekik nagyon szerves kapcsolatuk van a politikával, a politikai hétköznapokkal. És az, hogy ezt a politikát, mint mindennapos élményt széles társadalmi rétegek számára hozzáférhetővé tegyük, ehhez egy új társadalmi diskurzusra volna szükség. Én meg azt látom, hogy a politika elfordult ezektől a rétegektől. A politika azt mondta, hogy úgy a legjobb, ha ti nem is szavaztok. Legalább nem költök arra pénzt, hogy felmérjelek titeket, meg nem költök arra még több pénzt, hogy megértselek titeket, hogy utána meg tudjalak szólítani titeket. Takarodjatok el az országból. Menjetek valahova az Európai Unióba, vállaljatok valahol munkát, ne roncsátok itt a levegőt. Itti ezt a magyarországi politikai helyzetet csak felbojdítjátok. Nekünk erre nincsen szükségünk. Marad itt egy 40-50 fölötti réteg, amit azért ismerünk, amit azért értünk, mivel tudunk kommunikálni, őket meg fogjuk tudni szólítani, őket korrumpálni fogjuk tudni, újabb és újabb jóléti csomagokkal, rezsicsökkentéssel, nyugdíjemeléssel, 13. havi nyugdíjjal. Ővelük megtaláljuk a hangot, hiszen 30 éve kommunikálunk velük. 30 éve, és azért 30 év nagyon nagy idő. Tehát aki 30 volt akkor, amikor a rendszerváltás volt, az most 57. Tehát valójában ebbe a nyugdíjas osztályba, ebbe folyamatosan öregednek bele, meg szocializálódnak bele, ezzel a nyugger mentalitással nem kevés fiatal rendelkezik, akinek van kapcsolata a politikához, de az nem az a fajta kapcsolat, ami a fiatalok kapcsolata lenne vagy lehetne, hanem kifejezetten az idősek kapcsolata, hiszen ő a velük él sors közösségben, mondjuk leszázalékoltatta magát, vagy mondjuk rendvédelm is volt, és már nyugdíjba ment 15 év után, vagy 20 év után. És itt nem 45 éves emberről beszélünk, aki valójában hiába volt a rendszerváltáskor, nem tudom én, 19 éves, vagy 20, most, itt és most, mégis egy nyugdíjasnak a vegyértéke, a nyugdíjasnak a mentalitása, a nyugdíjasnak az attitűdje, az ő preferenciái, azok, amelyekkel működik, és azok, amelyekkel a politikához viszonyul. Szóval, hogy szerintem ezt kéne megváltoztatni. Itt egy generációs fordulatra volt. A középosztálynak kellene egy valami olyan alternatívát kínálni, vagy legalábbis őket megszólítani, amivel felfogják, hogy valóban az ő érdekük legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, hiszen ők fogják majd a további nyugdíj lehetőségeket és feltételeket megteremteni. Középosztály, meg a középkorosztály. Az, akik számára átélhetővé és sajáttá kell tenni a politikát. Tehát hogy az a probléma, hogy ezeknek a csoportoknak a számára a politika nem az saját ügyük, hanem valami idegen ügy, amit nem értenek, és amitől leginkább undorodnak. Most ezt a tendenciát nem sikerül megfordítani, akkor a Fidesz marad. Mert valójában azokkal a korosztályokkal, amely korosztályok a politikai hétköznapokba beágyazva élnek, azokkal a Fidesz kommunikál a legjobban. Jó, hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. És még egyszer itt ez a táblával a hátunk mögött. Mi reméljük, hogy tenni is tudunk valamit, és ebben az elméletben ebből beszélni folytatjuk tovább. Köszönöm szépen! Köszönöm.